Meleg ebéd. Akik évközben jogosultak a térítésmentes étkezésre, azok a szünidőre is igényelhetik a gyermekétkeztetési segítséget. Óvjuk érzékeinket, nem érdemes nyaralós képeket posztolni a közösségi oldalakon az utazás ideje alatt, mert távolétünkben könnyen feltörhetik a lakást. Szent Ivánéj a nyár legvarázslatosabb éjszakájára várják a szerelmeseket a Sóstói Múzeum faluba június 23-án. Magyarországon minden önkormányzatnak biztosítania kell napi egyszeri melegétkezést a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Azok, akik évközben a bölcsődékben, óvodákban és iskolákban jogosultak a térítésmentes étkezésre, azok a nyári szünidőre is igényelhetik a gyermekétkeztetési segítséget, ezt azonban külön jelezni kell az önkormányzatok felé. Véget ért a tanév, és elkezdődött a nyári szünidő. Ez azt is jelenti, hogy azok a gyermekek, akik eddig részt vettek a térítésmentes gyermekétkeztetési programban, a következő tanév kezdéséig akár melegétel nélkül maradhatnak. Tiszalökön, ahogy az ország számos településén, nyáron is várják a rászorulókat. Üzemel a konyha, rendelkezésre áll az ebédlő, illetve van lehetőség egyszerhasználatos tálakba elvinni. Azt hiszem, hogy ez most is így van. Tiszalökön naponta közel 200 adag ingyenes melegételt osztanak a nyár folyamán, csak úgy, mint Nyírbátorban. Az elején nagyobb létszámú volt az igénylés, ma már lényegesen kevesebb. Most a nyári időszakban változó, de általában ilyen 100 és 200 közötti létszám között étkeztetünk gyerekeket, akik jellemzően hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzetű családokból kerülnek ki. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere arra figyelmezteti a családokat, hogy minél előbb kérvényezzék a nyári étkeztetést, amennyiben rászorulónak érzik magukat. Nyíregyházán jelenleg 805 gyermek van, aki ingyenes étkeztetésre jogosult. Ennek ellenére a jogosultak közel harmada még nem jelentkezett. 500-an eddig kérték, tehát van egy olyan kör, aki ezt nem kéri, de én arra buzítok mindenkit, hogy jön ezzel a lehetőséggel. A szociális osztályra kell egy egyszerű kérvényt benyújtani, de hogyha a családsegítőket veszik erre igénybe, vagy pedig az iskolai szociális segítőket, akkor ők ebben segíteni fognak, hogy hogyan tudják benyújtani a kérelmet. Ez pusztán arról szól, hogy mi a szolgáltató felé tudjuk azt jelezni, hogy holnaptól akkor 501 adagot főzzenek és juttassanak ki. Nagyon fontos az, hogy házszállításra végezzük az étkeztetés és nem kiosztópontokon. Jászai Menyhért hangsúlyozta, Nyíregyházán akkor is volt nyári gyermekétkeztetés, amikor még az állam nem tette ezt kötelezővé minden önkormányzat számára, illetve nem bocsátott rendelkezésre ehhez plusz forrásokat. Nyíregyháza a normatíva összegét jelenleg a háromszorosára egészítette ki, de ez sem jelenti azt, hogy a nyár folyamán a hétvégéken is járna az ingyenes ebéd. A kiindulási alap az volt, hogy ezek a gyerekek az intézményekbe térítésmentesen étkezhetnek. Tehát az önkormányzat azokra a napokra biztosítja az étkeztetést a házhoz szállítással, amikor nincs intézményi jelenlét. Ez Nyíregyházán a bölcsődék esetében 20 napot jelent munkanapot, amikor zárva vannak a bölcsődék, az óvodák esetében 20 napot jelent magyar, amikor zárva van az óvoda, erre igényelhetik. Az általános iskola esetén pedig június 16-ától augusztus 31-e között 54 munkanapra kérhetik. Hétvégén nem, hiszen a normál évközben sem etetjük a családot, vagy a gyerekeket hétvégén. Ez azokon a munkanapokon jár, amikor egyébként iskolában, bölcsődében lenne a gyerek, ha éppen nem lenne az intézmény zárva. Akik úgy érzik, hogy szociálisan rászorulnak a térítésmentes nyári gyermekétkeztetésre, azok az önkormányzat ügyfélszolgálati munkatársaihoz, az iskolai szociális segítőkhöz, valamint a családsegítőpontok szakembereihez is fordulhatnak, akik ingyenes tanácsadást nyújtanak a gyermekétkeztetés igénylésével kapcsolatban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóság migrációs ügyek osztálya embercsempészés büntet gyanúja miatt folytat büntető eljárást egy 37 éves és egy 35 éves szatmárcsekkei lakos ellen. A nyomozás adatai szerint a két férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy ukrán állampolgárságú férfiaknak nyújtottak segítséget abban, hogy Ukrajnából jogellenesen belépjenek Magyarország területére. Az illegális migránsok gumicsónakokkal a Tiszánál
átjutottak magyar területre, céljuk Nyugat-Európa felé történő tovább utazás volt. A szabolcsi nyomozók, a fehérgyarmati rendőrkapitányság és a kölcsei határrendészeti kirendeltség munkatársainak, valamint a megyei rendőrfőkapitányság Jonatán közterületi bevetési egységének bevonásával június 3-án a gyanúsítottakat lakóhelyeikről előállították. Kihallgatásuk után a nyomozók őrizetbe vették őket, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. Az ügyészség indítványára a bíróság mindkét gyanúsított letartóztatását elrendelte. Az embercsempészés büntet alapesetben egy évtől 5 évig, minősített esetben akár 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A bűncselekmény szervezője vagy irányítója 10 évtől 20 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható. Nem érdemes nyaralós képeket posztolni a közösségi oldalakon az utazás ideje alatt, mert távolétünkben könnyen feltörhetik a lakást. Erről is beszélt 35 perc című műsorunkban Kovács Attila, a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője. Az alezredes azt is mondta, a strandokon nem működik a pokróc szép, inkább keressék a csomag megőrzőt a fürdőzők. Készül a nyári strandoló szelfi a folyóparton, de nehéz megtalálni a megfelelő pózt és a fényviszonyokat. Talán kevesen gondolnak arra, hogy nem csak az ismerősök, hanem a bűnözők is figyelik a közösségi oldalakat. Ha valakiről kiderül posztjaiból, hogy éppen nyaral és nincs otthon, könnyen lehet bűncselekmény áldozata, mondta a bűnmegelőzési osztályvezető műsorunkban. A bűnözők stratégiát váltanak, haladnak a korral, a közösségi oldalak is úgy általában az internet vívmányait felhasználják annak érdekében, hogy minél könnyebben tudják bűncselekményt elkövetni, és nyilvánvalóan, hogyha valaki ezzel foglalkozik, betörésekből él, akkor felmegy a Facebook és azt látja, hogy XY éppen most kapott valamilyen porcelán étkészletet, ami nagyobb értékű, és egyébként kiposztolja, hogy Horvátországba fog menni majd 2 hét múlva, és nem lesz 1 hétig. Ma már megfelelő, sajnos az igazság, hogy még mi rendőrök is sokszor az informatika terén nekünk is rengeteg kell fejlődni, de vannak olyan programok, amelyek segítségével nagyon könnyen ki lehet deríteni, hogy aki feltette ezt a közleményt, gyakorlatilag nevezhetjük ennek, posztolt, akkor hol lakik, pontosan be lehet lőni azt, hogy melyik lakásba, és nyilván innentől kezdve a bűncselekményt el lehet követni az ő sérelmére. Napozó pléd és törülköző velet akart értékek. A strandolók gyakran hagyják értékeiket a parton, míg ők a vízben fürdőznek. Az alezredes szerint érdemes a csomagmegőrzőt használni, hogy ne történjen baj. Ha lehetőség van, akkor mindenki a csomagmegőrzőt vagy értékmegőrzőt válassza, mert a pokrót szép ugye az sajnos nem működik, azt tudjuk jól. Ha többen mennek és nem lehet megoldani azt, hogy biztonságos helyre eltárolják az értékeket, akkor figyeljenek oda, hogy mit esetleg, hogy valaki mindig maradjon a pokróc közegében, környezetében. Csak ott fürödjünk, ahol ki van jelölve, vagy lehet fürödni, ha már szabad vizekről beszélünk. Ha többen vannak és gyerekekkel vannak, akkor annak nyilván meg kell szervezni a gyerekek felügyeletét. Szintén fontos kiemelni, hogy minden úszó alkalmatosságot csak úgy lehet használni, hogy csak biztonságosan és másoknak a zavarása nélkül, tehát ezeket a szabályokat be kell tartani. Úgyhogy mindenkinek jó nyarat kívánunk, de azt látni kell, hogy ez az időszak azért sok szempontból veszélyes lehet, de ha mindenki megteszi a maga részéről azt a minimális odafigyelést, akkor sok kellemetlenséget lehet megelőzni. Ha pedig mégis valaki bűncselekménynek lesz az áldozata, akkor a 112-es segélyhívót hívják, vagy pedig, hogyha közelben van a rendőr, akkor nyugodtan lehet hozzáfordulni. Ne legyen senki szemérmes amiatt, hogy csak egy 5 vagy 10 ezer forintos akármit is tulajdonítok el, mert akik ezzel foglalkoznak, ők ebből élnek, tehát ők addig követik el ezeket a típusú bűncselekményeket, ugye sorozat jelleggel, ameddig a rendőrség el nem fogja őket. A nyári vakáció időszakát kiemelten kezeli a megyei rendőrfőkapitányság. Egyébként folyamatosan csökkent a lopások és a lakásbetörések száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez utóbbiból tavaly 385-öt követtek el, 36-tal kevesebbet, mint 2020-ban. Újabb ellenőrzésekbe kezdett a rendőrség, 3 napig tart a Zebra terv nevű akció. A hatóság emberei a kijelölt gyalogos átkelőhelyek környékén figyelik a közlekedőket, nem csak a járművezetőket, hanem a gyalogosokat is. A baleset elkerüléséhez ugyanis mindkét félnek szabályosan kell megközelítenie a zebrát. Magyarországon évente átlagosan 2500 gázolás történik az átkelőhelyeken, ebből pedig körülbelül 1000 esetben állapítják meg a gyalogosok hibáját. Gyalogosként joggal várjuk el a járművezetőktől, hogy a kijelölt gyalogátkelő helyet fokozott óvatossággal, kellő körültekintéssel közelítsék meg.
Azonban gyalogosként tudnunk kell azt is, hogy a gyalogátkelőhely nem biztosít automatikus áthaladási elsőbséget és nem biztosít automatikus védelmet. A gyalogosnak is minden esetben körültekintőnek kell lenni, meg kell állni, szét kell nézni, meg kell győződnie az áthaladás veszélytelenségéről. Ez alatt a 3 nap alatt a kollégáim pont az ilyen jogsértést elkövető járművezetőket és gyalogosokat ellenőrzik. És a megszokottal eltérően civil ruhában teszik ezt, civil járművekkel, kamerákkal felszerelve, esetleg drónokkal. A nyár legvarázslatosabb éjszakájára várják a szerelmeseket a Sóstói Múzeum faluba. Június 23-án Szent Iván éjjelén a hagyományos tűzugrás mellett időszaki kiállítás, tűzzsonglőrök, csillagfürkészés és nagy koncert is lesz a programok között. Az örök szerelem lehet a záloga ennek a szertartásnak a régiek szerint. A Szent Iván napi tűzugrás évek óta hagyomány a Sóstói Múzeum faluban. Idén nagyszabású programsorozattal várják a látogatókat a skanzenba. Az erről tartott tájékoztatón elhangzott, a rendezvény a fiataltól az idősebb korosztályig mindenkihez szól. A Sóstói Múzeum faluban a mágia meggyújtása, a nagy tűz leégése és parázsá válása, a tűz körüli tánc, majd pedig a tűznek az átugrása az, ami folyamatosan jelen van, és ezt az állandó néhány elemet öleli körbe néhány újszerű dolog, egy időszaki kiállítás, ami jelen esetben egy utazó kiállítás, a Handlétől a Grand Caféig címmel magyar zsidóságnak fő tevékenységét, a kereskedelmet, a vendéglátó ipart és az abban rejlő tudást méltatja. Nyilván van mindig zenekar, ami az újdonságát jelöli a falunak, tehát igyekszünk azért a hagyományok mellett picit újszerűen is megmutatni, hogy mire képes egy ilyen ékszerdoboz itt a Sóstón. A sajtótájékoztatón a Szent Ivánéi programok mellett a közelmúlt sikereiről is szóltak. 4 pályázatban mintegy 25 millió forintos forráshoz jutott az intézmény. Ebből mintegy 18 millió forintot a Petőfi emlékév eseményeihez csatlakozva egy unikális időszaki kiállításra tudnak fordítani. A kisvárosi vendéglő díszletében megálmodott tárlaton nem valós ételeket, hanem szellemi táplálékot, verseket rendelhetnek a látogatók digitális étlapról. Ennek a jóvoltából felkeltettük a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az érdeklődését, és az országos hálózatba bekerülve hozzánk is fognak majd érkezni célirányosan csoportok, hogy megtekintsék a kiállítást, és a foglalkozásokon vegyenek részt. Ez a kiállításunk idén szeptemberbe kerül átadásra, és 2023 áprilisáig fog állni. Az intézmény számára a tehetséggondozás kiemelt jelentőségű. A Nemzeti Tehetség programban a népi építészet ismereteiből tartottak elméleti és gyakorlati foglalkozásokat a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhely és diákjainak. Nyírvasváriban pedig a helyi általános iskola felsőseinek bevonásával helytörténeti gyűjteményt alakítanak ki. A pályázati forrásokból újabb állandó kiállítással is bővül majd a múzeumfalu kínálata, ez a tervek szerint a jövő márciusi nyitásra készül majd el. Szombaton a Rózsakert szabadtéri színpadon volt a bemutatója a Spamalotta vagy Gyaloggalop című musicalnek. Az angol abszurd humor nagy sikerű művét Keszég László rendezésében játssza Móricz Zsigmond Színház társulata. A Spamalot Arthur király és a kerekasztal lovagjai abszurd kalandjait meséli el, akik Istentől azt a feladatot kapták, hogy keressék meg a Szent Grált, ami tulajdonosát boldogsággal ajándékozza meg. Útjuk során találkoznak a jól ismert Monty Python figurákkal, a fekete lovaggal, Timmel a skót varázslóval és a lovagokkal. A nagy sikerű musical ősbemutatója 2005 márciusában a New York-i Schubert Színházban volt. London meghódítása pedig 2006. októberében kezdődött a West Enden. A Spamalot 14 Tony díj jelölést és 3 elnyert Tony díjat tudhat magáénak. A nyíregyházi előadás rendezője Keszég László nagy kedvelője az abszurd humornak és Monty Pythonnak. Azért szeretem, mert lovagias, mert jót akar, tehát azért csinál valamit, hogy a világ az jobb legyen ettől, nem csak úgy adhok módon. Sir Lancelot szerepét és még 4 másik figurát Mészáros Árpád Zsolt alakítja, aki mindig nagy örömmel tér vissza Nyíregyházára. Romeo,
ez egy színésznek egy lubickolás, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen kis jutalomjáték. Ötféle karakterben lehet bohóckodni, úgymond, és ezt nem véletlen mondom, mert hát igazából egy nagyon pontos egyenes színjátékot kell végrehajtani, ami nagyon pontos ugye a poentírozás tekintetében, de mellette azért a saját belső kis humorát, a saját kis belső poénjainkat is megengedjük egymás felé. A főbb szerepeket Mészáros Árpád Zsolt mellett Gulácsi Tamás, Dézsi Darinka, Pregitzer Fruzsina és Arató András alakítják. A Rózsakert szabadtéri színpad előbemutatója után a darabot szeptembertől a színházban is láthatják majd a nézők.18 bajnokság legjobb csapatait és gól királyait díjazták a megyei futball idén zárásaként a megyeháza dísztermében. Az új szezonra július 1-jéig nevezhetnek a csapatok, az átigazolási időszak pedig július elejétől augusztus végéig tart majd. Két év szünet után telt meg ismét a megyei futball szereplőivel a megyeháza besenyei terme, amelynek pulpitusa előtt alig fértek el az asztalokon a sellegek. 109 felnőtt csapat vágott neki a 2021-22-es idénynek, közülük 6 alacsonyabb osztályú együttes morzsolódott le, különböző okok miatt szezon közben. Ez a létszám még így is előkelő helyet foglal el az országos rangsorban. Objektív mérce nem hiszem, hogy létezik. Ugye itt szoktak esetleg azt, hogy hány csapat indul a bajnokságokba, ebben mindig ott vagyunk a top 3-ban, ha Budapest és Pest megyét nem számoljuk, akkor a vidéki megyék közül a Győr megyével vagyunk általában az első helyen. Népességarányban is elég jó százalékban fociznak nálunk, elég sok csapat van. Az erősségét a megyei bajnokságnak meg talán azt mutatja a legjobban egyrészt a megye válogatott folyamatos szereplése, a régió válogatottakban mennyi játékos feladunk, másrészt meg talán azt, hogy milyen kiegyenítettek voltak itt a végjátékban és a robogós helyekért, esetleg a kiesés elkerülésért a harcok. A megyei első osztályú bajnokságot a Spari második csapata nyerte Huszár Géza irányításával. Az NB3-ba jutástól döntő osztályozón 3-3-as összesítés után az idegenben lőtt több gól döntött a bonyhádi ellenfél javára. Senki nem gondolta ezt a bajnokság kezdete előtt, hogy 15 ponttal megnyeri ez a csapat a bajnokságot. Nagyon fiatal társaságról volt szó, megyei másodosztályban is csak a második helyezést ért el, és ugye felkértek bennünket a megyei első osztályra. Nem is tettünk a játékosokra semmilyen terhet, ez nagy meglepetés volt számunkra. Hát sajnos a maga az osztályzó az persze az keserű pirula, nagyon sok oka van, de hát úgy gondolom, hogy nem ez most ez a feladatom, hogy most ezt elemezzem. Nagyon sajnáltam a srácokat, sírtak a buszon hazafele, nagyon sokat tettünk érte, de rengeteg olyan negatív tényező volt, ami a kárára volt a mi csapatunknak. A focistákra pihenő vár, a megyei igazgatóságon azonban nem áll meg a munka. A csapatok július 1-jéig nevezhetnek az új idényre, az átigazolási időszak pedig július elejétől augusztus végéig tart majd. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Magyarországon minden önkormányzatnak biztosítania kell napi egyszeri meleg étkezést a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. Azok, akik évközben a bölcsődékben, óvodánkban és iskolákban jogosultak a térítésmentes étkezésre, azok a nyári szünidőre is igényelhetik a gyermekétkeztetési segítséget. Ezt azonban külön jelezni kell az önkormányzatok felé. Nem érdemes nyaralós képeket posztolni a közösségi oldalakon az utazás ideje alatt, mert távol létünkben könnyen feltörhetik a lakást. Erről is beszélt 35 perc című műsorunkban Kovács Attila, a megyei rendőrfőkapitányság bűn megelőzési osztályvezetője. Az alezredes azt is mondta, a strandokon nem működik a pokróc szép, inkább keressék a csomagmegőrzőt a fürdőzők. A nyár legvarázslatosabb éjszakájára várják a szerelmeseket a Sóstói Múzeum faluba. Június 23-án, Szent Iván éjjelén a hagyományos tűzugrás mellett időszaki kiállítás, tűzzsonglőrök, csillagfürkészés és nagy koncert is lesz a programok között. Június 16-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, pénteken este ismét várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel, számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra!
Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, napközben helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Az észak-nyugati északi szél több helyen megerősödik, zivatar környezetében is előfordulhatnak erős, esetleg viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.